Sziasztok! Végre megérkezett a Zóna Kárt Team ide Borsod megyébe, a Harsányi Horgásztóra. Túl vagyunk már egy szakadó esőn, elázott mindenünk, de aggodalomra semmi jog, végre újra együtt van a csapat. Keretében méri össze 9 csapat pontfogó tudását. Eljött velem természetesen Karácsonyi Béla és Csorba Dávid csapattársam is. Ahogy látjátok, a botok már beélesítve, azonban ejtenék egy pár szót arról, hol is vagyunk, és tulajdonképpen miért is jöttünk. A helyszín tehát a Harsányi tó, Nagyhalairól méltán híres Harsányi tó, amely 3 különböző tóból áll. Talán kevesen tudjátok, de a legfelső tó tulajdonképpen azért lett létrehozva, hogy a vízpótlásról gondoskodjon a másik két tó ellátásáról. Tehát van egy középső tó és a harmadik tó, ami a nagypontjairól híres, ahogy már említettem, sok-sok 20 kg feletti szép halakat már horogra. Ez egy emléktalálkozó, egy kupa, ahol a 10 kg feletti halak számítanak bele a versenybe. Örömmel jelentem, hogy alig pár órája tart a verseny, és már 2 darab mérhető halunk is van. Nagyon jól érezzük magunkat, azt próbáljuk itt nektek bemutatni a harmadik részben, akik figyelemmel követtétek a Horgászóna Kárt Team YouTube csatornát, illetve a kisfilmeinket, azok láthatták, hogy már 2 kisfilmben mutattuk be azokat a rapid technikákat, azaz a gyors pontfogó technikákat, amelyek közül most a nagy távolságba való horgászatot fogjuk nektek bemutatni, reményeink szerint pár szép hal kíséretében. Engedjétek meg, hogy bemutassam az általam használt dobótechnikát. Széles terpezbe kell állni, egyenes háttal, mind a két kezünk nyújtva, mindenképpen vegyünk célt a bot végével. Ezután egy gyors, lendületes mozdulat lesz az egész, nem feltétlenül az erőn, inkább a lendületen múlik.
Jó pár magyarországi vízterületre jellemző, hogy a parttól csak nagy távolságra tudunk kapást elérni. Igen ám, de nem elég csak bedobni a végszerréket, azt gubancmentessé is kell tenni, illetve oda be is kell tudnunk pontosan etetni. Mi is arra törekszünk, hogy az ilyen horgászatokon pontosan etessünk, meg tudjuk dobni a távolságot, és a végszerelékünk is gubancmentesen várja a nagytestű halak érkezését. Most is egy ilyen helyszínen vagyunk, és a következő kis sétát nem csak testmozgásnak szánom, hanem annak érdekében is teszem, hogy szemléltessen, hova is horgászunk valójában. Az azt jelenti, hogy 13 kg.
Most egy a horgászataink során sikeresen alkalmazott magmixet szeretnék bemutatni, amely Magma névre hallgat. Ez felépül a dzsárok közül a Party Mixből, amelyből most a szemléltetésképpen szeretik nektek egy kisebb adagot elkészíteni. Első tehát a Party Mix, következő a Csiliskender, ezután a Tigris Magyaró, ezután a magyar olaj, ebből körülbelül 2 kupaknyit. Majd a kukorica likvid. Ebből körülbelül egy ilyen fél tubussal. Majd ezt összekeverve. Így néz ki. Ezeket a magokat spomba töltve egy kevés góval dúsítjuk. A góra, illetve az olajra és a likvidre azért van szükség, mert a halak a vízfelszínen tartózkodnak, és ezek az olajak és folyadékok lehúzzák a halat a víz alá. A reggeli etetésünk után érkezett halunkon szeretném nektek megmutatni a kifogás után szükséges halvédelmi teendőket. A merítéshez lehetőleg használjatok méterszer méteres, lehetőleg sűrű szövésű merítőhálókat. Ezután, miután a hal sikeresen partot ért, egy stabil, masszív lábokon álló ponybölcsőbe helyezzétek el. A hal szállításához használjatok mérlegelőszákot, mert ezzel könnyen ki tudjátok emelni, és elkerültek azt a veszélyt, hogy a hal lehetőleg szétveri a merítőt. A halat minden esetben vizes bölcsőbe helyezzétek el, így elkerülitek a lehetséges sérüléseket a halnál. Későbbiekben a hal száján okozott porog ütéseket fertőtlenítővel kezeljétek. És a mérlegelés után, illetve a mérlegelést egy masszív, lábokon álló mérlegelőn próbáljátok elvégezni. Most pedig az általunk eredményesen használt, komplett végszereléket fogom nektek bemutatni. Nagyon egyszerű, és éppen ebben rejlik a hatékonysága. Nincs szükség másra hozzá, mint egy 60-70 cm hosszúságú, olmozott, lágy gubancgátló csőre, egy 121 g-os inline ólomra, egy 8-as méretű boilis forgóra, majd egy ólomkapocsra, az itt látható módon rögzül a kettő egymáshoz. Erre minden esetben használunk
a megszokottól talán kicsit rövidebb, bár tartósabb anyagból készült gubancgátló hüvelyt, majd körülbelül 12 cm hosszú, hámozható horogelőke következik. Egy 6-os számú horogból áll még a végszerelék, illetve ahogy látjátok, nekünk most a faragott bojlik hoznak kapást, ezért is tettem föl most a hajszerelőke végére ezt a csali fajtát. A szerelék fizikája a levegőben roppant egyszerű, hiszen ez a lágy gubancgátló rész gondoskodik arról, hogy még véletlenül se tudjon az egyébként kissé merevített horogelőke visszacsapódni, ezáltal gubanc keletkezni a végszeréken. Éppen kapása van a kollégámnak, ő is ezt a végszeréket használja, hiszen mind a 4 botra az általán bemutatott végszeréket tettük fel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen halat sikerült kifogni, úgyhogy próbáljátok ki ezt a végszeréket, főként akkor, hogyha nagy távolságra szeretnétek gubancmentesen dobni. Azokon a horgászatokon, amikor úgynevezett nagy nyomásnak kitett vízterületekre látogatunk el a zóna pontyos csapatával, mindig van a tarsolyunkban olyan etetési fortély, amikor a kapástalan időszakokat is le tudunk hozni egy-két kapással. Most egy olyan krill bázisú keveréket fogok nektek bemutatni, ami a kriller névre hallgat. Nézzük meg, hogy miből áll. Különböző szemcseméretű krill pelletekből egy arra alkalmas edénykébe öntünk ki. Most csak a szemléltetés miatt a mennyiségek bemutatása helyett inkább azt mondanám el, hogy 20-as, 14-es, 8-as. És a 4 mm-es krill pelletet készítem elő egy kis edénykébe. Ahogy látjátok, ezek a különböző szemcseméretű krill pellet szemek azért is felelősek lesznek, hogy különböző időintervallumban nyissanak a vízfenéken, kvázi mint egy időbomba dolgoznak nekünk az etetésünkön. Ez nagyon fontos. De miből áll a kriller csomag valójában? Ehhez a krill pellethez jó minőségű, fűszeres és gyógynövényes poloni bojlit is adagolunk, mégpedig egész szemeket és néhány felezett szemet is teszünk. Tehát egy pár szem felezett bojli és egy pár egész. Nézzük, milyen összetevők kellenek még. Krill és tonhal folyadék. És egy egészen kiváló minőségű krill és tonhal olaj. Ugye most nyári időszakról beszélünk, tehát eljött az olajoknak a ideje. A víz olyan hőmérsékletet ért el, hogy nagyon szépen dolgoznak a víz alatt. Ha az egészet összekeverjük, akkor látjátok, hogy egy nagyon csábító, kár, hogy nem érzitek így a kamerákon keresztül, krill és tonhal illatú keveréket kaptunk. Abban az esetben, ha a helyi horgászrend szankcióval nem ütközik, ezt felszoktuk úgymond panírozni krilles etetőanyaggal. Ezt most nem teszem meg, hiszen ahol horgászunk, az itt a bojlis horgászrend a metodmixek alkalmazását tiltja. Tehát ezt most nem öntöm rá. De azokon a vizeken, ahol engedélyezett, erre az egész keverékre, a kriller keverékre ráöntitek a krill és tonhal metodmixet, kvázi panírt készítetek belőle, és ezt a pontyok nagyra értékeljék.
Most pedig szeretném nektek bemutatni azokat a botokat és orsókat, amivel ezt az extrémnek mondható 150 méteres távolságot elértük. A botok a Free Spirit E-Class 3,90 m 3,5 librás botjáról beszélünk, orsóba pedig a Shimano Aero Technium orsókat használjuk. Zsinórnak 23-as átmérőjű trabukkó zsinórokat használunk, illetve ehhez úgymond dobó előtétnek egy vékonyodó monofil zsinort. Ha már zsinór, sokaknak sokszor felmerül kérdése, hogy milyen zsinort töltsenek az orsók dobjára, többen megkerestek minket. Hát, milyen szépségek vannak itt a filmforgatás alatt, ahogy hogy elkezdtük a távdobás végszerékünknek a bemutatását, ismét egy kapás következett be. A Dávid által bemutatott bot és orsó, és természetesen a zsinór szerepel ezen a montázson. Úgy látom, hogy szintén a 10 kg feletti példányon lesz dolgunk, ez nagyon jó, hiszen versenyben vagyunk továbbra is a dobogó legfelső fokáig. Egy olyan dolog történt, ami még itt létünk alatt egyszer sem, elment a megakasztott hal. Pár perces fárasztás után ez a hal most elköszönt. Ettől is szép a horgászat, mindig lehet fokozni az izgalmakat. Szó volt tehát arról, hogy milyen botokat, orsókat és milyen főzsinót használunk a távdobás végrehajtásakor. Van még egy aprócska dolog, hogy azt megfigyelhettétek, Dávid ujján egy kis nem sebtapasz volt, hanem egy úgynevezett dobó új. Ez nagyon szükséges. Miért? A dobói azért szükséges, hogyha esetlegesen a fékünk dobásnál megcsúszik, akkor a zsinór ne vágja el az ujjunkat. Ha nincs rajtunk dobóúj, és ez úgy történik meg, hogy megcsúszik a fék, akkor nagyon csúnya sérüléseket tud okozni, elég mélyen be tud vágni a zsinór az ujjunkba. Aki extrém távokat szeretne elérni horgászbotokkal, az feltétlen egy kellőképpen merev, de mégis rugalmas botot keressen, úgymond magasságtól függően 3,90 m, illetve 3,60 cm hosszúságba, mi 3,90 cm-eset használunk, és mindenképpen 3,5 librába kell gondolkozni, hogy kellőképpen merev legyen a bot ahhoz, hogy el tudjunk dobni erre a bizonyos távolságra. Horgászok körében számos vitatéma van, ilyen a keverőgyűrű nagysága. Ugye most úgymond divatos szóval, hogy a trendi az 50 mm-es keverőgyűrű, milyen jelentőségét látsz te ennek használat közben? Elég nagy a jelentőség ennek a keverőgyűrűnek. Mi is szeretjük az 50-es keverőgyűrűt, mivel ez kisebb ellenállást fejt ki a zsinórra, és ezért a távunkon azért elég sokat tudunk növelni, 10-20 métereket akár. Én jobb szeretem azokat a botokat, amiknek a keverőgyűrűje minél távolabb helyezkedik el az orsótól. Mondhatjuk nyugodtan, hogy ez a körülbelül 1 méteres távolság itt jelen esetben. Igen, igen, 1 méter 40 centi környékén van, igen. Nagyon sokakat érdeklő kérdéskör, és itt nagyot fordult, így mondta a horgász trend, hogy így fogalmazzak, dobóelőke. Dobóelőtét sok tószabályzatában már csak a monofil dobóelőtét engedélyezett. Milyen összefüggés van fonott VS mono dobóelőke között? Mit igen, a fonott dobóelőkével még nagyobb távolságot el tudunk érni, de... Kimondható ez így? Kimondható ez, igen, de viszont ha inline szerelékkel horgászunk, és esetlegesen a gumi kicsúszik az ólomból, akkor a fonott zsinór elég csúnya sérüléseket tud okozni a halaknak. Ezért az 57-es monofil, amit mi használunk, ugye ami vékonyodó, az pedig elcsúszik a halon, nem vág bele a halba, ezért fontos itt, és ezért van csak megengedve a monofil. Gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy az előbb említett 23-as speciális bevonattal ellátott monofil főzsinórunk elé egy 13-14 méteres gyári monofil dobóelőkét kötünk, amely jelen esetben a mi gyakorlatunkban ez úgy néz, hogy 26-osról kónuszosan fölvastagszik 57-esre.
Megérkezésünk óta eltelt 24 óra, és egy szóval kéne jellemeznem ezt az időszakot, annyit mondanék, fantasztikus. Társaimmal közel 10 darab 10 kiló feletti pontyot sikerült zsákmányolnunk, és hát a végére maradt a slusszpoén egy közel 50 kilós harcsa kifogása, ami azt gondolom mindannyiunk számára örök élmény maradt. Remélem, hogy tudtunk a távdobásra készülőknek pár hasznos információval szolgálni. Kövessétek továbbra is a Horgászóna Cup Team csapatát Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon. Találkozunk tehát legközelebb is. Sziasztok! Balra, 1 méter.